Szeretném megüzenni azoknak, akik nem hittek ebben a csodában, hogy ez még csak a kezdet. Egyebek közt ezt mondta Torockai László, miután a Mi Hazánk mozgalom 6,3%-os listás szavazatarányjal, 7 mandátummal bejutott a parlamentbe. Torockai László a választáson elért eredményüket csodának nevezte a késő esti sajtótájékoztatón. Ez a kezdet. A kezdet ahhoz, hogy megmentsük Magyarországot, talpra állítsuk, fejlődő pályára tudjuk állítani Magyarországot, hogy Magyarország újra a régi fényében tudjon tündökölni. Tehát ez a kezdet napja. A Híradónknak nyilatkozó politikai elemző azt mondta, az, hogy a Mi Hazánk mozgalom bejutott a parlamentbe, kedvez a Fidesznek. A Mi Hazánk a régi Jobbikot képviseli. Én azt várom, hogy ez alapján ők egyszerre fogják támadni a Fideszt, és egyszerre fogják támadni az ellenzék balliberális részét. No, és hogy ez így van-e, első kézből kaphatunk erre választ Dúró Dórától. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És a választ már meg is előlegezte, tegnap a Blicknek adott egy rövid interjút, ahol elmondta, hogy ügyek mentén igen, együtt fognak működni a Fidesszel. Ez viszont megerősítheti azt a bélyeget, hogy hát lám-lám, a Mi Hazánk mozgalom a Fidesznek jó. Nem ezt mondtam, hogy együtt fogunk működni a Fidesszel, hanem azt, hogy minket nem érdekel, hogy ki nyújtja be az adott javaslatot, mi csak azt nézzük, hogy Magyarországnak az jó vagy nem jó. Egyébként szerintem ez lenne a normális gondolkodásmód mindenki részéről, nem az, hogy zsigerileg ellenzek mindent, és teljesen fekete-fehér a magyar politika, ez nem így van. Másrészt nem más pártokhoz kell meghatározni a saját identitásunkat, hanem értékekhez, Magyarországhoz, a magyar emberekhez viszonyítva. Tehát engem nem fog érdekelni, hogy mit csinál Orbán Viktor, vagy mi az ő álláspontja. A Mi Hazánknak van egy értékrendje, van egy programja, ez alapján alakítja ki a saját álláspontját minden egyes javaslattal kapcsolatban, és ami jó, azt támogatni fogjuk, ami pedig nem jó, azt ellenezni fogjuk. Jöjjön az bal oldalról, vagy jobb oldalról. Egyébként elnézést, mert ez nagyon-nagyon fontos, ez a bélyeg, amit ránk igyekeznek akasztani, és látom, hogy most elemzők is, ami már egészen elképesztő, hogy mi eddig is megkaptam azt, hogy a rendszeresen együtt szavazok a Fidesszel. Hogyha megnézzük a számokat, akkor kiderül, hogy ez egy tényszerű hazugság. Az azonnali.hu készített egy elemzést arról, hogy mennyi esetben szavaznak együtt a Mi Hazánkos képviselők a Fidesszel, és még például Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 10-ből 10-szer, Volner János független képviselő 10-ből 8-szor, a Mi Hazánkosok eddig mindössze 10-ből 3-szor szavaztak együtt a Fidesszel, tehát 7-szer nem. Másrésztről a kampányban szintén teljesen világossá tette a Fidesz, hogy meg akarnak minket folytani. A Nemzeti Választási Bizottság is kimondta, hogy törvénysértő módon járt el a fideszes média a Mi Hazánk kárára, akkor, amikor fizetett hirdetésben sem voltak hajlandók közzétenni a Mi Hazánk mozgalomnak az álláspontját. Ez az egyik. A másik a plakát kampányok kérdése. Körülbelül 10 000 felület fölött rendelkezik egy fideszes óriás plakát cég. Tudja, mennyit a felületet biztosítottak a Mi Hazánknak? 26-ot a 10 000-ből. Uh-huh. És ebben a tekintetben is a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordultunk, hogy mondják ki, hogy ez törvénysértős volt, és azt a cinikus magyarázatot kaptuk, hogy nem tudjuk bizonyítani, hogy a Fidesznek több volt, mint 26. Tehát egészen elképesztő ugyanebben az valóság. Ugyanebben az ellenszélben próbált kampányolni ugye a Mi Hazánkon kívüli ellenzék is, hogy így fogalmazzak, mert hogy ott is ugye azért nem csak baloldaliak voltak, hanem jobboldali pártok is. Mi volt az, ami miatt a Mi Hazánknak ez sikerült, mert hogy az önök szempontjából ez tényleg egy sikertörténet, hogy bekerültek a parlamentbe, a többieknek nem. Az értékrend, én úgy gondolom. Az embereknek nem arra van szüksége, hogy zsigeri politizálást folytassunk, és az ellenzék csak azt mondta, hogy minden értékünket félretesszük, csak győzzük le Orbán Viktort. Nem Orbán Viktort kell a politika középpontjába állítani, hanem Magyarországot. Azt kell megmutatni a magyar embereknek, hogy hogyan szeretnénk jövőképet adni, és egyébként Torockai Lászlónak ásott halmon ez rendkívül jól sikerült. Tehát ő eddig polgármesterként nagyon sikeresen vezetett egy települést, ami úgy gondolom leginkább abban mutatkozik meg, hogy amikor ő átvette a település vezetését, akkor az ásott halomra járó óvodásoknak a száma 70 volt, most pedig 114. Ugye, ha jól emlékszem, ő tényleg 2013 óta volt ásott halom polgármester, és még legutóbb is ilyen 68%-kal választották meg. Nyilván nagyon más egy kis településen, mint országos szinten ugyanazt a politikát képviselni. Nézzünk néhány konkrétumot, mert tegnap itt volt az Egyenes Beszédben, és azt mondta, hogy kíméletlen ellenzéke lesznek a kormánynak, hogyha
a gazdasági krízis hatásait az emberekre akarják hárítani. Ugye nagyon sok elemző azt mondja, még Orbán Viktor is, nem mint elemző nyilván, hanem mint kormányfő, hogy akár heteken belül is érezhetjük a gazdasági válság hatásait. Mit talán a jó lépésnek a Mi Hazánk mozgalom, például a benzinástop kapcsán, az élelmiszerárak kapcsán, meg mondjuk a rezsi kérdésében? Nézzük ezt a hármat. Nagyon fontos azt látni, hogy az elmúlt két évben is egy válságkezelésre volt szükség a koronavírus miatt, hiszen annak is voltak gazdasági következményei ezeknek a lezárásoknak, amelyeket a kormány bevezetett. Ezek vonatkozásában is elmondtuk, hogy voltak olyan óriás cégek, amelyek gazdasági értelemben nyertesei voltak ennek a járványnak, tehát például az összes multinacionális kereskedelmi lánc Magyarországon növelni tudta a profitját abban az évben, amikor lezárások voltak az előző évhez képest. Tehát őrájuk külön adót kellett volna kivetni, járványszolidaritási külön adót azért, hogy ezt az ilyenkor is keletkező plusz profitjukból legalább valamennyit fizessenek be az államkasszába. A kormány mégsem tette meg ezt, és erre kizárólag a Mi Hazánk mozgalom világított rá. Másrésztről a magyar gazdaság szerkezetét teljesen multiközpontúvá tette a mostani kormányzat is. Tehát a multinacionális cégek több támogatást kapnak Orbán Viktor kormányzása idején, mint a baloldali kormányok idején, ami egészen elképesztő, tehát stratégiai fordulatra van szükség. És az amit Orbán Viktor is maga mondott a Magyar Rádiónak adott interjújában, hogy itt alapvető élelmiszerekből is hiány lehet a következő fél évben, az a magyar kormánynak, és ennek a magyar kormánynak is óriási bűne, hiszen mi egy rendkívül jó agráradottságokkal rendelkező ország vagyunk. A multik ennek megadóztatását ugye már korábban azért az Orbán kormányok is csinálták. Konkrétan, meg hát egyébként például a MOL is azért most ezekből a benzinástopból fakadó veszteségekből kiveszi a részét. Mit kezdenének mondjuk a benzinástoppal? Nyilván ez nem törvényi szinten kérdés, de azért érdekes, hogy mi a Mi Hazánk mozgalom véleménye, illetve a rezsikérdéssel, mert ott is egyre inkább nyílik az olló abban, hogy mi mennyit fizetünk, meg egyébként a rezsijárak hogyan emelkednek. A benzinár kapcsán elmondtuk többször, hogy adócsökkentésre lett volna szükség, az egy fenntartható csökkentését. Volt benne egy jövedéki adócsökkentés nagyon már. Nagyon minimális jövedéki adó és áfa csökkentésre is szükség lenne. És de azt ugye megborítja a költségvetést és a jövedéki adócsökkentés tovább, meg az uniós feltételek hát miatt nem lehetséges. A benzinár stop, illetve ez a hatósági árazás, amit a kormány bevezetett, ez ideig óráig fenntartható, de hosszú távon nem egy adócsökkentés, az sokkal hosszabb távon fenntartható, mint ez egy hatósági ár. Másrésztről nem teszi tönkre a benzinkutakat, hiszen számos a helyen látjuk azt, hogy a kisebb benzinkutak nem tudják fenntartani. Hát azt nem, de a költségvetésből meg hiányozni fog, és az amúgy is most megborult állapotban van, mert ugye nagyon sok pénz jutott most az emberekhez a kampányban. De járványszolidaritási különadót, hogyha kivetné a kormány ezekre, nem csak a multinacionális kereskedelmi láncokra, hanem az egész gyógyszeripar tudta növelni a bevételét az elmúlt kettő évben, és nem csak a vakcinagyártók, amelyek brutális mértékben természetesen, hanem az egész gyógyszeriparra ez igaz, hiszen az emberek elkezdtek figyelni az egészségükre, több vitamint vásároltak, táplálékkiegészítőket, tehát van bőven olyan ágazat, ahonnan lehetne beszednie. A rezsi kapcsán nagyon fontos ugye az, hogy az orosz szankciókat ne terjesszék ki az energiaszektorra, hiszen akkor Magyarországon is brutális helyzet várható, és egyébként nem tudom, hogy Nyugat-Európában, például Németországban ez mennyire lesz fenntartható, hogyha ezeket a szankciókat ők kivetik az orosz energiaszektorra, de egyébként már azok a szankciók, amelyeket Brüsszel kivetett Oroszországra, az is kárt okoz már most a magyar embereknek. Mi hazánk szerint nem lenne jobb az orosz energiafüggőségtől egy kicsit eltávolodni, mint ahogy az gyakorlatilag most nyilván Németország is tart attól, hogy leválni egy az egyben, de azért például Katarral, meg más országokkal már tárgyal azért, hogy legalább diverzifikálja az utakat. De, és az önrendelkezés irányába kellene minden tekintetben elvonulni. Azt hiszem, hogy ez a háború még inkább rávilágít erre, leginkább az élelmiszer ellátásunkat biztosítani, amire egyébként Magyarországnak az adottságai teljes mértékben alkalmasak is, és minden szempontból a nemzetközi függőségünket azt csökkenteni, nem csak Oroszországgal, hanem bármely más országokkal szemben is. Azt hiszem, még sokat fogunk majd beszélni a Mi Hazánk programjáról. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.